Sziasztok! Ahogy a cím is mutatja, a mai videó nem másról fog szólni, mint a májusi titkos meglepetés kihívás közös könyvéről, ami nem más volt, mint Jodie Taylor egyik átkozott dolog a másik után című kötete. Illetve a júniusi titkos könyv kibontása. Statisztikailag véve elég rosszul állok, ugyanis az utolsó ilyen közös könyves videónk az még a januári volt, ami egyébként Bia Parisnak a Dilemma című kötete volt. Most ahhoz hasonlóan először a Szent Méri Krónika első részéről szeretnék veletek egy kicsit beszélgetni, elmesélni az olvasási élményemet, és aki esetleg nem olvasta, röviden ugye a történet. A videó második felébe, végén pedig kibontjuk a júniusi közös könyvet. Jodie Taylor angol származású írónő, akinek az első számú és inkább monumentális története az ugye a Szent Méri Krónikák. Ebből jelenleg 13 olyan nagy regény van, és 13-14 kisebb novella, ami összeköthető a részekkel. Tehát például 2 és feledik rész, 3 és feledik rész, ilyeneket gondoljatok el. Illetve még van a Szent Méri Krónikáknak egy snip-off sorozata, az Időrendőrség, tehát a Time Travel Police, ennek van a Doing Time, illetve a Hard Time című két regénye még, amihez tartozik. Érdekesség, hogy az írónő nem csak ilyen misztikus történelmi fantasy regényt írt, tehát nem csak a Szent Méri Krónikák az, amivel foglalkozik, hanem álnéven írt már misztikus történetet, ez a White Silence, tehát a Fehér Csend, ez egy trilógia, és 2021-ben jelent meg az utolsó része, és van még egy romantikus történelmi fikció, melyet Isabella Brisley néven írta. Tehát, ahogy látjátok, egy nagyon termékeny írónőről van szó, aki nem csak a Szent Méri Krónikában tud helytállni, hanem más történeteket is tud írni. Így talán meglepő, hogy senki nem akarta kiadni a legelső könyvét, ami ugye nem más, mint az egyik elátkozott dolog a másik után. Ez, mivel nem fogadta el egy kiadó sem, ezért igazából magánkiadásba jelent meg, de nem sokára rá lecsapott hozzá egy kiadó, és nem csak az első könyvre, hanem 3 könyvre leszerződtették őt. Ezután pedig, ahogy a könyvborítón is olvashatjuk, elég nagy sikert ért el, tehát 4 év alatt 23 kiadás 14 nyelven. Nagyon sok nyelvre fordították le a Szent Méri Krónikákat, és nagyon sokan szeretik a világban ezt az ideutazós világot. De miről is szól a Szent Méri Krónikák? És igazából muszáj a főszöveg legelső mondatával kezdenem, mert annyira ideillik. A Szent Méri Történelem Tudományi Kutató Intézet ártatlannak tűnő Ódon homlokzata mögött a megszokott, igencsak eltérő tudományos tevékenység folyik. És ez így is van. Főszereplőnk Maxwell, ő egy hölgy, annak ellenére, hogy Maxnak hívják, ez engem nagyon bezavart. Tehát főszereplő Maxunk meghívást nyer ebbe a Szent Méri intézetbe, ahol esélyt kaphat egy nagyon titokzatos dologra. Az elején semmi nem derül ki benne, de lassan, ahogy megy előre a történet, kiderül, hogy időutazót akarna belőle kiképezni. A Szent Méri intézet alaksorában ugyanis van egy hatalmas hangár, és az tele van, félig meddig tele, 8 komp van, de van, amit elloptak, úgyhogy van egy jó pár időutazó komp benne, amelyekkel vissza tudnak utazni különböző időpontokba. És mindenkinek van egy társa, férfi és nő párosban dolgoznak együtt, és ők, Max, és azok, akikkel egy osztályba kerül, ők a következő ilyen időutazós eresztés. Max nagyon élvezi ezt az egészet, tehát nagyon tetszik neki, nem egyszer meg van említve, és furcsa, mert nagyon gyorsan telik az idő ebbe a könyvbe, én csak úgy fogtam a fejem, hogy egy ponton azt vettük észre, hogy hoppá, már 5 éve itt élek a Szent Mériben, úgyhogy nagyon durván gyorsan telik az idő benne. De visszakanyarodva a történethez, igazából ez az első rész szerintem felvezeti magát a Szent Méri működését, alapjait, a történetét, hogy hogy kell mindent elképzelni, és még visszavisz minket teljesen a dinoszauruszokhoz, azért is van dino a borítón, mert mi dinoszauruszokat is megismerhetünk a könyvbe, tehát a krétakorba utazunk Max-szal, illetve Sussman-nel. Úgyhogy nagyon röviden talán ez a történet, mindezt egy olyan stílussal, egy ilyen angol humorral, és nem is tudom, olyan nagyon furcsa stílusban megírva, ami valakinek vagy tetszik szerintem, vagy nem annyira. És akkor alapvetően ennyit tudok elmondani a sztoriról, mert eléggé összetett, és el kell olvasni, hogy az ember megértse.
Úgyhogy térjünk át az olvasási élményemre szerintem. Alapvetően ugye, mivel időutazásos történet, és én nagyon szeretem az időutazásos történeteket, ezért nagyon vártam, hogy ezt is elolvassam. Picit csalódtam benne, és annyira nem tetszett, mert igazából a könyv nekem az egész olyan volt, mint a címe, hogy az egyik elátkozott dolog jön a másik után. Amikor már éppen meg akartam szeretni az egyik karaktert, akkor az írónő tett róla, hogy megutáljam. Aztán amikor a következő karakterre voltam, így, jaj, de aranyos, aztán így, hát ez mi? És megint megutáltam. Úgyhogy a főszereplő Maxwell se voltam kibékülve, mert nem tudtam úgy mélységekig megérteni őt. Biztos, hogy a többi részben ez ki lesz dolgozva, és sokkal jobban megértjük Maxot, és sokkal jobban belelátunk az ő helyzetébe, vagy hogy ő miket érez. Itt is van persze ugye érzelmi rész, szerelmi szál, az is van, nem csak történelmi, de valahogy nem szerettem már Maxot, a főnököt sem, a nagyfőnököt sem. Talán Kál volt az egyetlen, akit úgy valamennyire szimpatizáltam vele, de annyira nem sok karakter volt, aki tetszett. Illetve az nem tetszett még, hogy mintha súrolnánk a felszínt, tehát nem tudunk úgy mélységekig belelátni mindenbe, nem látunk úgy mindent, és én nem is tudtam izgulni annyira értük. Persze voltak olyan jelenetek, amikor végre értettem, hogy most oké, most ez van, most az van, mit csinál Basti, meg minden. Tehát azok jó jelenetek voltak, de valahogy ilyen két lépés távolságot éreztem én és a sztori között, úgyhogy nekem annyira nem jött be. Meg hát tényleg olyan, mint a cím, egyik elátkozott dolog jön a másik után, amikor már azt hinnénk, hogy ennél rosszabb nem jöhet, akkor jön még egy, meg még egy, meg még egy, és így fogom a fejem, hogy szegény Max. Úgyhogy alapvetően véve ez volt az én olvasási élményem a könyvvel kapcsolatban. Sokkal jobbra számítottam, de örülök, hogy végre elolvastam, befejeztem, már nagyon régóta a polcomon állt. Itt van a második része, a Visszhangok szimfóniája. Ez sokkal rövidebb, úgyhogy ezen még gondolkozok, hogy elolvassam-e, avagy sem. Annak ellenére viszont, hogy annyira nem szerettem, mégis azt mondom, hogy érdemes megnézni, ha valakit érdekel, mert tényleg egy ilyen nagy univerzum épült rá, az, hogy van belőle így 20-30 példány ebből a könyvből, ugye. És ugye folyamatosan adja ki a Metropolitan Media az egymás után következő részeket, már nem tudom, 6., 7., 8. részt valahogy így járunk. Úgyhogy van ennek kultusza, és örültem volna, hogy engem is beránt. Annyira nem sikerült, hát talán még ez be fog rántani. De hogyha valaki kíváncsi rá, akkor egy esélyt adjon neki, mert szerintem, hogyha valaki megszereti az első résszel, akkor egy tök jó világba zuhan bele, és az azért jó. Kíváncsi lennék, hogy akik velem tartottak a májusi közös könyvolvasásban, nektek hogy tetszett, szóval, hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentbe, hogy ti elolvastátok-e, tetszett-e, letettétek félúton, nem baj, hogyha igen, majdnem én is. De kíváncsi vagyok, hogy egyébként nektek hogy tetszett. Na és akkor itt a júniusi közös könyv, ami... Igen, jól halljátok, kemény feleles. Van egy nagyon erős tippem, hogy mi ez, mert eltűnt a könyves polcról, pedig már akartam olvasni, úgyhogy van rá egy nagyon erős tippem, de nem mondom el. Nézzük meg, hogy mi ez. És hihetetlen, hogy már a júniusi könyvnél tartunk. Na, ti már látjátok szerintem. Ez a szanatórium! Jaj, de jó! Azért ne szedjem le a védőborítót is. Nagyon jó, ennek nagyon örülök. Ó, ezt már annyira akartam olvasni, és jó volt a tippem, mert igen, ezt már akartam olvasni, csak hát nem tudtam, mert nem volt a polcon. Szóval a júniusi közös könyv ezek szerint Sarah Pierce-nek a Szanatórium című kötete, ami egy thriller történet. Thriller, krimi, nyomozás, és egy eldugott világ. Nagyon várom, nagyon kíváncsi leszek rá. Na és akkor ennyi lett volna már ez a videó. Hogyha van kedvetek, akkor tartsatok velem a júniusi közös könyv olvasásánál, és igazából más nem is tudok mondani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ma ezt a videót. Én hamarosan újra jelentkezek. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Hiasz voltam!